Sziasztok! Egy barátom hívta fel a figyelmemet arra, hogy létezik ez a Mi van a veled show, ami nagyjából egy évvel ezelőtt került publikálásra, de én még soha nem hallottam róla, és megnéztem egy-két részt, hát teljesen ki voltam bukva, meg szétröhögtem magamat rajta, úgyhogy egy ilyen epizódot fogunk megnézni, amit még eddig nem láttam, és hát ki más lenne benne, mint ti, Dani, mert ez lehet, hogy titeket is érdekelhet, ha még nem láttátok, bár elég virális volt a videó, szóval majdnem 500 000-an megnézték, úgyhogy szerintem lehet, hogy ismeritek is, de én először fogom ezt most megnézni, úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt, és tartsatok vele! Már az elején kreténkednek, hogy még a nevét sem tudják kiejteni, pedig hát na, azért neki nincs olyan bonyolult neve, amit nehéz kiejteni, mint mondjuk a Kevin. Donny. Nektek lehet. Sokféleképpen hallottam már. Nektek lehet, azt mondja. Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van a veled? Imádom, ez a mi van a veled egyébként olyan, hogy mint hogyha azt mondanák, hogy ki van a veled. Tehát mi van a veled? Mi van a veled? Fiat. Mi van a veled? Mi van a veled? Ki van a veled? Tehát ez arra rímel. Hatalmas, szenzációs, hogy megcsinálták amúgy. Köszönjük a Mi van a veled show nézőit. Szervusztok. Vendégünk T. Dani, azaz... T. Daniel. T. Daniel. Szénné szopatják már nevével is. Telegdidé. Telegdidi. Nem egészen T. Dani. De mindegy, T-Dani. Menjünk is tovább. Eladó! Térd Dani, eladó! Ugye, rapper, énekes, trapper, csajok nagy kedvence. Ez a kínos mosoly, amit vág a csávó, figyeld, de... de csajok nagy kedvence. Meg lehet. Meg lehet? Nem tudom, erről nem nyilatkozhatok így nyíltan. Nagyon sokan nézik a videóidat, és nemrég indítottuk a saját műsorunkat, nekünk is kellene a nézettség. Hol vásárolod a nézőket? Hol vásárolod? De csávó így kimegy közben a fókuszból. Ez most szerintem direkt az operatőr is direkt bénázik, tehát ez direkt így van megcsinálva. Hát, pakisztáni vagy indiai? Hát nem tudom, kicsit el vagytok tévedve szerintem, nem, tehát mi nem vásárolunk megtekintést. Úgy gondol... Az a durva, hogy Dani milyen komolyan veszi, tehát hogy ő nem tudja szerintem, hogy itt egy hát ilyen készátverésszerű interjú zajlik, de nem tudom, lehet rájön majd videó közben. Ami nekünk nem szükséges, lehet, hogy valaki jelezze, de mi nem szoktunk. Hát mondjuk alapvetően ugye mi is külföldi műsorokat meg előadókat másolunk, szóval ez megvan. Júj! Ez is milyen rejtett beoltás, hogy külföldi előadókat másol, és akkor nyilván ezzel Danira utalnak. Tehát így kicsit így belekóstoltak. Értem. Ez még nekem nagyon korán van. Hát az tök jó, hogy tulajdonképpen te nem a szakma elismerésére hajtasz, hanem a nézettségre. És hát ugye ma már minden szart megnéznek. Persze minden szart megnéznek! Ez kész. Igen, mondhatjuk így is. Én inkább úgy mondanám, hogy a közönség az, akinek csinálom a zenét, és nem a szakmai elismerés. Ezek a zoomolások, ilyen pumpálva zoomol bele az operatőr, ez zseniális. Hogy minden szart megnéznek, így basszus. Igazából nem tart a videó 2 perc, de már kétszer úgy bekóstolták, hogy igazából lenne olyan ember szerintem, aki feláll, és akkor na jó, akkor szórakozottok a anyátok csájával, itt hagylak benneteket. És az, amiért csinálom, nyilván rosszul esik az embernek, hogyha nem veszik figyelembe a munkásságát, de hát ez egy ilyen szakma. Tulajdonképpen honnan? Tök normális válasz egyébként. Honnan jöttél? Hát, hogy milyen telepről, vagy milyen telepről? Nyilvánvaló, hogy egy rappernek egyébként, hát nem is tudom, inkább ilyen hip-hop, meg pop előadó a T. Dani, nem is kifejezetten az a kemény vonalas rapper, és akkor milyen telepről, ugye nyilván egy rappernek telepről kell jönnie. Miről jöttél? Minden dalodban arról énekelsz, hogy te minden szart megjártál, hogy senkit olyan kaptál semmit, mindent átéltél. Tehát, hogy honnan jöttél te, vagy mi ez a... Milyen szart éltél át? Hát ezt azért képletesen kell érteni, tehát nem szó szerint, nem telepről vagy nyomorból jöttem. Én Kertvárosból jöttem.
De... ez a fej! Ez a csalódott fej! Azt kell tudni, hogy ezért alám nem toltak be semmit. Hány éves vagy te? 22. Hogy amikor 27 leszel... nem, egyébként tök jó, amit csinálsz. Szóval tök jó. Tök aranyos, meg minden, tehát hogy... Aranyos? Figyelj, tetszik. Az aranyos, ez nem erre a jelzőre számított szerintem. Tök jók az alapok, szövegileg van még mit szerintem, de... Úgy gondolod? De ha eljutsz arra a szintre, tehát hogy 20-20... Kicsit később, ilyen 30-30 körül rájössz, hogy mi az élet. Tehát hogy... ez nem erről szól. Megmondom, így tudjátok már. Hát ők már csak tudják. 40 évesen. Ti koratokban vagy, nem? Ezekkel leakadt fejek, hogy bazeg, ez azt hiszi, 40 évesek vagyunk. Most csak egy kicsit. Készültetek? Bocs, egy kicsit arrébb mennél. Persze. Ez kicsit arrébb mennél. Zseni. Zseniális. Tehát akkor itt egy ilyen ütemhangsúlyos verselésről beszéltünk, egy ilyen felező 12-es, ugye? Így van. Tehát ez ennek az alárendelő mondatszertő. Ez ilyen gimnázium első osztály ütemhangsúlyos verselése. Igen. Hát ezt így is írtam meg, hogy... Ezt így gondoltad ezt akkor? Igen, persze. Aha. Hát, hogy majd ezt tudjuk elemezni esetleg egy ilyen műsorban. De imádom, ahogy Dani ilyen iróniával kezeli ezt az egészet, hogy persze, hát ezt ezért írtam meg, hogy majd tudjuk elemezni egy ilyen műsorban. Ez ilyen jambus. Igen. Jambus. Akkor ez már nem lehet hosszú. Tehát akkor az... Valamiféle szimetria van benne. Láttam a fején, hogy ahogy így kinézett, egy kurvára unja már, és így le akar állítani ezt az egész szart egyébként. Havas Henrikkel nem tudnátok így szórakozni, az felállna és elmenne, mondaná, nincs csoki fasz. Ez nem az én műfajom, oké? Okay? Nem az én műfajom. Hát, hogyha így elfelezem, akkor... Igen. Dani még nincs olyan régóta a szakmában, ő még ezt így nem merte nekik oda mondani. Igen, egy ilyen reneszánsz. Igen, mindkét oldalon van szöveg. Miért pont a rap műfajt választottad? Kicsit kérdés. Azért most elhiszem, hogy a hanggal szórakoznak. Én egyszerűen ezt volt még a legjobban, de egyébként mindent hallottak. Egy ilyen zenei minden ez vagy. Tulajdonképpen igen. És ugye a trap műfaji sajátosságai közé tartozik az, hogy 140-150 BPM között mozog a gyorsasága. Ugye ezt jól tudom? Mi a faszt látok most éppen? Példaképed a magyar rap szcénában. Hát ha a sikereket nézzük, akkor én mindenképp Majkát mondanám. Ő azért elég jól megcsinál. Hát bazzik, azért így a fején látszott, hogy azért vannak jobbak is Majkánál. Hát a magának a dolgát. Reméljük, egy nap leszek azon a szinten én is. Ki tudja, ha elég sok ilyen színvonalas kisorba jövök, akkor... Jaj, ne csináld, na! Lehet. Mutatnék tőled egy dalrészletet. Tudnál beszélni erről a sor végi... Folytatódik a dalelemzés. Ilyen kis zenei elemről erre a... Részre gondolsz? Nem úgy. Kicsit magasabb volt. Nem, szerintem inkább ilyen... Ez egyfajta kitörés. Ez a elnyomott érzelmek szimbóluma talán. A kertvárosból való kitörés? Igen, akár. Igen. Kertvárosból való kitörés, basszus. Hogy reflektel a korábban elhangzottakra, zseniális. Igazi újságíró típus a srác. Ja, jó, ezt még gyakoroljuk. Hatás. De hogy azt bírom egyébként, hogy Dani ilyen hót nyugalommal tűri ezt az egészet, meg ilyen iróniával áll hozzá, zseniális, tényleg. Biztos, hogy rengeteg csaj ír neked. Mi a helyzet a lányokkal? Hát semmi komolyról nem tudok nyilatkozni, azt tudom mondani, csúnyán mondva, hogy jönnek, mennek, de nem vágyom most semmi komolyabb, illetve tartósabb dologra, mert úgy érzem, hogy... Ez
hihetetlen már amúgy, nem? Jó vagy. Neked mi fontos egy lányban? Hát, hogy ne csináljon ilyeneket például. Nekünk is nagyon sok lány ír, amúgy. Igen. Szóval minket is nagyon szeretnek. Gondolom. Gondolom. Nagyon sokan írnak. Neked hány lány? Ez őszinte volt. Elhiszem. Hány lány írnak? Neked hány? Nekem eddig három. Nekem sokkal több. Nekem egyel több. Szeretnénk csinálni egy rap battle-t veled. Mi készültünk egy kicsit ilyen improvizatív, trappes, rappes, ilyen lazáskodó. Képzelem, milyen jó lesz. Dögös kis számmal. Iszom előtte. Nagyon szomjas vagy, látom. Úgy. Fontos a hidratálás. Fontos a hidratálás egy nagypapa pálinkájával, érted? Az visszafogottan csak. Ja, ez már a zene? Ja. Benned én azt láttam, hogy mióta te féltél. Bra! De te is azt hitted, hogy utólag, hogy nem beszéltél. Beszéltél. Bra! De te érezted, hogy én nem tudtam. Úgy éreztem, hogy... Hű, bazeg, ez kibaszott kínos. De tényleg, ez már nagyon kínos. Ennek már vége, azelőtt volt vége, mielőtt elmondtam. Jó. Úgy éreztem, hogy volt egy pillanat, amikor azt mondtad, hogy becsaptál. De aztán kiderült, hogy nem becsaptál, hanem hazudtál. Brá! Brá, 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 brá! Rrrr! Hú, halljátok. A plafon repedezik, ez a szekunder szégyen érzet. De ő is. De Dani is így nézte, hogy... Ez komoly, bazd meg, hol a kandi kamera? Tehát így... Ez a szánalom taps, ez a... Jó, okos, ügyes voltál, hülye gyerek. Jó van, kis gagyi óvodás. Igen, szép volt. Zseniális! Úristen, de tényleg ezek a csávók, ez kegyetlen. Tehát tényleg ilyen világi szopatást csinálnak, ez a Mi van a veled show. És van belőle egyébként 7 epizód, és az egyiket néztük most meg. Szóval, hogyha érdekel titeket, akkor keresetek rá, hogy Mi van a veled show. És egyébként, hát azóta nem készült második évad, vajon miért? Valószínűleg az embereket már nehezebb bepalizni, mert amikor egy ismeretlen műsorba hívod, akkor még azért reménykedik, tudod, hogy lehet, hogy jó lesz, vagy lehet, hogy ez valami normális interjú lesz, aztán most már lehet, hogy nem tudják átcseszni az embereket ezzel, hogy na, gyertek el, és akkor mit tudom én, ez meg az, erről meg arról beszélgetünk. Úgyhogy én azért reménykedek, hogy lesz még valaha a második évad, mert nézném, tényleg. Tehát ez hatalmas, nem tudom. A szekunder szégyen érzet a humorral vegyül. És, de egyébként az a vicces, hogy Dani milyen jól reagált le, tehát, hogy ilyen tök cool maradt egész végig, nem idegeskedett rajta, látszott rajta, hogy ilyen iróniával kezeli ezt az egészet, szerintem az első felében a beszélgetésnek már levágta, hogy ez így, ezek trollkodnak vele, úgyhogy szerintem tök jól kezelte, a körülményekhez képest természetesen. No de! Ti mit gondoltok? Láttátok már ezt a műsort, és hogyha igen, akkor miről a véleményetek, írjátok meg a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapjatok ki egy lájkot, és iratkozzatok fel bármi, hogyha nem szeretnétek lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg.